Na srácok, kezdjük a hetet egy szokásos motorrevízióval, GHS motorrevízió, 180 ezer kilométer van benne, tehát azt jelenti, hogy már a másodikat kéne megcsinálni rajta, nem az elsőt. Még a benzinszűrő is gyári lesz rajta, úgyhogy ezen lesz egy motorrevízió, illetve egy benzinszűrő csere. Nézzük is az eredményt, itt olyan túl durva lerakódás nincs, talán csak az EGR-járatban hengerfej része egész tiszta. Szelephézaknál annyit látunk, hogy még a 35%-os is aláfér, tehát jó alaposan szét vannak nyúlva a szelephézagok. A szív oldalnak egyébként ilyen 20 alatt kéne, hogy legyen. Ezeket ugye mindenképpen állítani kell. Folytószelep az jó vastagon le van rakódva. Hát az EGR az gyönyörű. Ezt majd mindenképpen meg kell csinálni. A vétek szelep az természetesen kap majd egy takarítást, illetve egy tömítéscserét, azért ilyen fém szemcsőket nem látunk benne. Gyertyából IK20 TT van benne, én ezt nem szoktam tanácsolni, hogy ezt tegyétek bele, tudom, hogy hozza minden program, de hát én nem annyira kedvelem. Le is vannak a végei egyébként így égve. Úgyhogy ez cserés. A szívósor az azért rendesen le van rakódva. Van mindenképpen mosni kell. Ja, igen, sokan ezt szoktátok téveszteni, hogy ez a csatorna, ez ugyanezen, mint a GD Jazznek. Mutatom, a GD Jazznek ugye van egy ilyen csatornája, ami így szokott kinézni. Ez nem az, szóval a GD Jazznek az az EGR járata. A GE Jazznek ez már nem EGR járat, hanem ez már csak PCV visszavezetés. Tehát ennek sose lesz olyan retkes ez a része. Az EGR része a GE Jazznek, már onnan indul, ez a jól lerakódott valami, és a szívósorban van integrálva ez a csatorna. És ennek ez szokott lerakódni, ez a belső csatorna. Ezt nem tudjátok semmilyen mechanikus módon, ilyen drótkefével, meg ilyenekkel kitakarítani, ezt csak szemcseszúrással vagy mosással lehet kitakarítani. Ennek is lehet látni, hogy ez így vastagon be van rakódva. Nem annyira kormos a belső, de azért van lerakódás bőven a szívósorban is. Na, úgyhogy kb. Így ennyi, következő részben ezt összepakoljuk, itt lehet látni a csavarjait, közben szépen rendszerezve, hogy szeregettük kifele. Ideje összepakolni, megmutatom, hogy mi lesz belőle. Közben elkészültek ezek is, szépen ki van mosva minden, el van takarítva mindenki, lehet látni teljesen szép tiszta lett. Az összes állat, mondjuk egy kicsit megkínlódtunk a tömítő felületekkel, mert hát sokkal jobban fel volt rohadva, mint amennyire mi szeretnénk, de minden tömítő felület szépen síkba van húzva. Szelepfedő is szépen ki van takarítva, elmosva a szívósor műanyag része is. Teljesen tiszta, illetve az EGR is ugye elkészült. Szépen eltakarítva, leellenőrizve, lefestve. Így mehet vissza mindenki. Új tömítésekkel, gyertyákkal.
és közben belecsekkolunk a hengerbe, benézzük, hogy a tugattyún, vagy így a hengertérben látunk-e valami rendellenesett vagy szokatlant, elkészült közben a folytószeletnek, illetve a hengerfejnek a szívó sori tisztítása, meg az egyenlát vezető tisztítása. Egyelőre minden rendben van, úgyhogy már csak észre kell szerelni. Persze, mielőtt a végéhez érünk, ezt a retket, ami itt van, ezt tüntessük innen el. Így, sokkal jobbak vagyunk. Már csak a burkolat van, illetve az ablaktörlőmotor, illetve természetesen ilyenkor kell rajta csinálni egy diagnosztikát, megnézni a hibatárolót, és alaphelyzetbe állítani rajta a folytószelepet, mert annak az értéke ilyenkor teljesen elmászik. És ezzel a motorrevíziósra kész is vagyunk.